Rosta Miklós, a Fekete Mezben játszó Etószese vezetőedzője a mérkőzés előtt azt mondta, hogy a hétközi Cegléd elleni győzelem akkor lesz igazán értékes, ha sikerül Mezőkövesden is nyerni, és ezzel megmarad a halvány remény sugára bentmaradásra. Ennek szellemében kezdett a vendégcsapat. Bár az első percekben a hazaiak diktálták a tempót, a győriek gyorsan magukhoz vették a kezdeményezést, és elkezdtek meglépni. A fal jól működött, egymás után több alkalommal is sikerült labdát csenni az óvatlan kövesdi támadóktól, ezekből pedig könnyű gólokat szereztek a vendégek. A félidő utolsó harmadába érve már 7 gól is volt az előny. Az utolsó percekben többek között egy utolsó másodperces gólnak köszönhetően ugyan közelebb tudott kerülni a Mezőkövesd, de a győriek így is 4 gólos előnnyel 22-18-as állásnál mehettek a szünetre. A fordulás után azonban nagyot változott a játékképe, a Mezőkövesd elkezdett felkapaszkodni. Egy ideig még sikerült tartani némi előnyt, de a félidő közepetáján már egyenlő volt az állás, majdnem sokkal később 28-27-nél már a hazaiak vezettek. A második fél időben felpörögtek, meg picit visszavettünk, nem tudtuk ugyanazt a szintet hozni, és sajnos végén elrontottuk. Ebbe kellene felnőni és fejlődni egy kicsit, hogy játszani az eredménnyel, játszani az idővel, és kicsit észre. Tehát voltak olyan hibáink, olyan technikai hibáink, amit nem szabadna egy ilyen szoros meccsen elkövetni, vagy ha elköveted, akkor olyan azért már büntetik ilyen szinten. Ezután kialakult egy 2-3 gólos különbség, amely még mindig behozhatónak tűnt, de ehhez elsősorban arra lett volna szükség, hogy a védekezés felkeményedjen. Ez azonban nem sikerült, így nagyon nehéz helyzetbe került a győri csapat. Ráadásul Zsiván Pesics összeszedte harmadik 2 percét, így idő előtt mehetett zuhanyozni. Elhittük, hogy megnyertük a mérkőzést, visszavettünk egy fokozatot, én is belecseréltem, gondolva, hogy pihenjenek azok az emberkék, akik addig szépen teljesítettek. Ettől vérszemet kaptunk egy-két könnyű gólt, amíg mi szépen védekeztünk, lerohanás, tényleg a nagyon szép kézlabdát játszottunk, utána itt a védekezésben már puhult a fal. Kaotikusan alakultak a meccs utolsó percei, a játékvezetők sorban szórták a kiállításokat mindkét oldalra, a végére 3-4-re támadott a Kövesd. Egy gólra még sikerült felzárkózni a győrieknek a végjátékban, de ez kevésnek bizonyult. Végül 38-36-ra tudott nyerni a Mezőkövesd, és igencsak értékes 2 pontot gyűjtött be. Összességében nagyon komoly energiákat mozgósítottunk a második fél időben. Azt hiszem, hogy ilyenkor nehéz a játék minőségét értékelni. Egy biztos, hogy számukra nagyon fontos 2 pont jött meg. Ezt éreztem a fiúkon, hogy most már erőnk végén járunk, nagyon kevés a variációs lehetőség, és a kulcsembereken óriási a teher. Eddig a kapusaink nagyon sokat hoztak, a Pler ellen már kevesebbet. Az Etószese viszont továbbra is nagyon nehéz helyzetben van. 6 forduló alatt 7 pontot kellene hoznia a győrieknek a Pleren, és 5-öt a Vácon a biztos bennmaradáshoz.